A kormány szerint Magyarországnak mindenképpen megéri a debreceni akkumulátorgyár megépítése, ellenzéki politikusok és civilek azonban továbbra is tiltakoznak ellene. A zöldmezős beruházás 3000 milliárd forintos befektetés, Fodor Gáborral beszélgetünk. Fodor Gábor a vendégünk, tehát jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Lehet, hogy a kedves nézők közül mindenki már nem emlékszik egészen pontosan, hogy volt környezetvédelmi miniszter. Hát én remélem, hogy emlékeznek rá a nézők. Hát volt kultúráért felelős miniszter is, tehát több funkciót ellátott, ez volt az egyik közülük. És hát, mint ős fideszes, nyilván emlékszik még arra a harcra is, ami Bős Nagymaros kapcsán az akkori formálódó ellenzék és az akkori kormányzat között zajlott, hogy az ne valósuljon meg, mert az hosszú távú károkat okoz, mert az környezetvédelmi, társadalmi és számtalan más beavatkozás a szövetbe, amiben mi itt a Kárpát-medencében élünk. Hogyne, hát nagyon is jól emlékszem, és köszönöm is, hogy ezt felhozta, mert érdemes is valóban itt tulajdonképpen tisztázni pár dolgot ezzel kapcsolatban, mert hogy azért joggal merül fel az emberben itt a debreceni akkumulátorgyár kapcsán, hogy ez nem ugyanaz a történet, mint Bős Nagymaros esetén. Nekem is erőjutott eszembe, örülök, hogy így rákapcsolt rögtön. Hát sejtem. És az a helyzet, hogy szerintem azért másról van szó. Tehát Bős Nagymaros esetében kétségtelen, hogy szintén politikai kérdéssé vált a környezetvédelmi ügy, tehát nem egy szakügy volt, hanem egy első számú politikai kérdés, de azért, mert akkor nem lehetett valójában politikai kérdésekben a pártállammal szemben fellépni. Tehát ez bizonyos szempontból egyfajta pótcselekvés is volt. Megjegyzem, környezetvédelmi ügy is volt. Én azt gondolom, hogy jó, hogy nem épült meg végül is az az erőmű ott a Dunakanyarban, mert a Dunakanyar valóban egy olyan természeti szépség, amit hát semmiféle racionális érvel nem lehetett volna feláldozni, azt gondolom, egy ilyen építkezésnek az oltárán. Tehát most azért más a helyzet. Tehát persze az ellenzék lehet kritikus a kormánnyal, és sok minden, az Unió is lehet kritikus, meg egyebek, na de azért Magyarországon demokrácia van, ezt azért szögezzük le. Beszélhetünk nyugodtan, elmondhatjuk a véleményünket egy ilyen beruházással kapcsolatban. Én ugye, ahogy utalt rá, ön is, én is átéltük azt az időszakot, akkor erről nem lehetett beszélni, nem lehetett nyíltan beszélni. Hát szenzáció számba ment, amikor már több éve vita folyt róla, lehetett suttogva hallani, és megjelent egy cikk, ahol óvatosan fogalmaztak meg valami kritikát ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy át kellene gondolni. Felmerültek kérdések a beruházással kapcsolatban. Így van, körülbelül. Ezen a szinten, ott hát ugye a Dunakör jött létre, amelyik végül is Nobel-díjat kapott egy ellenzéki formáció volt. Tehát hát, de Varga János, sokkal több volt annál, mint egy környezetvédelmi. Varga János volt a vezetője, ugye egy elszánt környezetvédő, aki alternatív Nobel-díjat kapott a Dunakörrel együtt, de nem engedték ki például, hogy átvegye. Hát olyan elnyomás volt, már most idézőjelbe téve, de hát mégiscsak létező elnyomása volt a véleményeknek, a gondolkodásnak a Kádár rendszer utolsó éveiben is, hogy ez sem jelenhetett meg. Tehát egy olyan mértékű elfolytás volt, hogy nem volt nyílt és szabad vita arról, hogy valójában ez a beruházás mit jelent szemben a mostanival. Hát azért most is azért hadd szóljak én közben annyiból, hogy a debreceniek, a gödiek, és a sokan fel fogják tudni ezt sorolni, úgy látszik, sokfelé lesz itt akkumulátorgyár, úgy szembesülnek azzal, hogy épül náluk, hogy előtte nem kérdezték meg őket arról, hogy azokat a körülményeket, azokat a következményeket vállalják-e valamiféle gazdasági előnyért cserébe? Hát nézze, ugye megvannak erre a jogszabályok, és én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a kormányt arra kell rászorítani, ezeket a jogszabályokat betartsa, mert Magyarországnak teljesen az Európai Uniónak megfelelő, tehát az Európai Unió szintjének megfelelő szigorúságú környezetvédelmi jogszabályokkal rendelkezik Magyarország, és ezeket kell betartani. Ezen túlmenően, amit ön említett például, hogy szerintem a kormány ebben az egész ügyben ott hibázott, vagy hibázik, ne adj Isten, az elkövetkezendő időkben erre nem fordít figyelmet, hogy igen, az embereket meg kell tudni győzni az igazáról. Tehát bármennyire is jó a beruházás, azt nem szabad felépíteni akkor, hogyha az ottaniak azt mondják, hogy nem. Ha azt mondják, hogy köszönjük szépen, bármennyire is fantasztikus Debrecennek, bármennyire is a szakértő vélemények nagyszerűek, mi azt gondoljuk, hogy mégse kérünk ide akkumulátorgyárat, akkor nyilván nem lehet megcsinálni. De arra mondtam ugye a Bős Nagymaros kapcsán a bevezetőt, hogy azért szerintem ma már más a helyzet. Tehát én bízom abban, hogy mindannyian vagyunk olyan józanok, hogy épeszű elképzelésekről meg lehet győzni minket. Tehát, hogyha az nem jó, akkor nem szabad megcsinálni, de ha jó, akkor meg fölösleges ellene menni. De látja, ugye a debreceniek például nagyon kereken fogalmaztak azon a két meghallgatáson, ahol volt módjuk fogalmazni,
és hát mintha semmiféle hatása nem lenne. Utána elmegy a polgármester megnézni a németországi akkumulátorgyárat, ahelyett, hogy elmenne a debreceniekkel találkozni, elmegy Németországba találkozni a kínaiakkal. Tehát, hogy ez a dolog, ez így azért mégsem kerek olyan módon sem, hogy az emberek elmondhatják a véleményüket. Persze, egy teremben kiabálhatnak, aztán hazamehetnek, az akkumulátorgyár ügye meg megy tovább. Hát igen, csak nézze, hogy a polgármester is Debrecen lakosságát képviseli, ezt azért nem szabad elfelejteni. Tehát ő ugyan egy ember. Ugye ezt kérik most rajta számon éppen sokan. Hát egy ember, de így van, de megválasztották, tehát ő megjeleníti Debrecen városát. Tehát én azt gondolom, hogy van egy közmeghallgatás, és oda elmegy, nem tudom hány ember volt, ott volt, nem tudom, 500 ember, vagy nem tudom mennyien voltak, de most mindegy is, mert hogyha 2000-en voltak. Ilyen számok voltak egyébként, 300-500 ilyesmik. Így van, de akkor is azért azt gondolom, hogy az sem mutatja azt, hogy a 230 ezeres Debrecen egyébként mit gondol erről a kérdésről. Jöjjön a népszavazás? Hát szerintem egy ilyen helyzet, hogyha ilyen ádáz vita van valami körül, akkor valószínű, hogy ez a helyes megoldás. Nem az lenne a jó, hogyha azt nem az ellenzékre testelne a kormány, hanem azt mondaná, hogy jó, akkor én megkérdezlek benneteket. Demokratikusan választott kormány, ti vagytok az én választóim, mondjátok el a véleményeteket, én kiírok egy népszavazást. De szerintem ez lenne a helyes. Hát ezt sok helyen csinálják a világban, én azt gondolom, hogy nekünk se kell félni ettől, mert ugyan én értem a gazdasági érveket is, és nagyon sok gazdasági érv szól az akkumulátorgyár mellett. Valóban az ország számára hasznos egy ilyen nagy beruházás, azt gondolom, bár én eleve nagyon szkeptikus vagyok mindenféle kínai beruházással kapcsolatban, de ezt most tegyük félre az én személyes véleményemet. Összességében ne tegyük félre, miért szkeptikus? Hát azért vagyok szkeptikus, ha már környezetvédelemnél tartunk, hogy nem akarok nagyon mélyre ásni a dolognak, de azért például, mert Kínában egészen más környezetvédelmi szabályok vannak. Jó, mondjuk ezt a gyárat itt kell felépíteni, tehát a magyar szabályoknak kell megfelelni, csak más az ottani kultúra. Tehát a beruházónak más a kultúrája, a környezetvédelemhez való viszonya, mint nekünk európaiaknak. Hát Kínában rettenetes problémák vannak a környezetvédelemmel. Igaz, ott is ez a gondolkodás kezd megjelenni, kezd egyre erőteljesebb lenni, de a kínai gazdasági növekedésnek azért ez egy komoly hátulütője. Na, közbeszóltam, igen. Bocsánat. Igen. Szóval, hogy szerintem komoly gazdasági érvek szólnak emellett, mert egyéb irán az elektromos autók, amikkel kapcsolatban szintén van bennem erős szkepszis és kritika, megjegyzem az elektromos autóknak a feltétel nélküli favorizálásával kapcsolatban nagyon sok környezeti problémát fognak okozni, megjegyzem. Tehát az elektromos autók akármennyire is igazam van nekem vagy másoknak, akik mondjuk az autók oldalán állnak, akkor is a jövő ebbe az irányba vezet, tehát mindenképpen elterjedni fognak. Tehát az biztos, hogy egy ilyen beruházásnak van létjogosultsága. Tehát a kormány ilyen tekintetben nem gondolkodik rossz irányba, hogy egy jövőbe mutató beruházást keres. Az más kérdés, hogy még egyszer szeretném leszögezni, hogy a lehető legjobb beruházást se érdemes megcsinálni, hogyha az ottaniak nem akarják. Ha ön lenne a környezetvédelmi miniszter, tudja, ez a szokásos játék. Igen. Amerikában jöttem, mesterségem címere. És mit tennék én a helyén? Igen. Mit tennék a nem létező környezetvédelmi miniszter helyén? Kezdjük azzal, hogy persze nincs környezetvédelmi miniszter. Hát ez már önmagában egy igazából probléma. Igazából komolyan vehető hatósága sem nagyon maradt a környezetvédelmi. De erről is beszélhetünk két mondatot? Hogy ne? Ugye ne feledj el a játékot, az Amerikában nem fogom. Játékot, de azért. Hogy tegyem hozzá, ha már volt olyan kedves, és ugye a bemutatáskor is megemlítette, mint volt környezetvédelmi miniszter, hogy ezt azért, hadd mondjam, hogy ez súlyos hibája a kormánynak szerintem, hogy ezt művelte a környezetvédelemmel, mármint, hogy nincs környezetvédelmi minisztérium. Mert lehet azt mondani, hogy számtalan helyen, most már nem is tudom, körülbelül 5 minisztériumban van különböző terület, ami annak idején még a mi minisztériumunkhoz tartozott. De ez egy annyira fontos és frekventált ügye az emberiségnek, a jövőnek, Európának, különösen ha már itt hoztam kínai-európai viszonylatban ezt az egész kérdéskört, hogy szerintem nem lehet egy modern kormányzati gondolkodás, egyszerűen nem lehet elképzelni egy jól működő és hatásos környezetvédelmi minisztérium nélkül, úgyhogy ez egy súlyos hiányosság szerintem. Na és hogyha a mesterséget címerre a környezetvédelmi miniszter, most mit lépne? Én határozottan amellé állnék, hogy tessék meggyőzni az embereket, és tartani róla egy helyi népszavazást. Szerintem ez a legkorrektebb. És mindenhol, ahol akkumulátorgyárat akarok építeni? Nem mindenhol. Ott, ahol nagyon erős és komoly lakossági tiltakozás van, és a lakossági tiltakozás az olyan, hogy láthatóan erőteljesen megmozgatja az embereket. Ott én ezt tenném. Köszönöm, hogy itt volt, és ezeket elmondta. Fodor Gábor volt a vendégünk. Én is köszönöm. Szépen.